Köszöntök mindenkit! Rendkívül nagy a bizonytalanság a zivatarok keletkezését és pláne haladását illetően. Elég egy pici zivatarfelhő, amely képződik a felettünk lévő gyors áramlásban, amely néhány óra alatt akár rendszerré is tud fejlődni és halad tovább, borítva természetesen a prognózist és az abban foglaltakat. Minden esetre az biztos, hogy a jövő hétre mérséklődik a kánikula, tehát az utolsó kánikulai nap lesz a vasárnapi, legalábbis ebben a kánikulai időszakban. A jövő hétre a hőmérséklet általában mindenütt 30 fok alá csökken. Nézzünk meg egy tanulságos infravörös műholdképet és radarképet. Itt kialakult Észak-Olaszország felette egy pici zivatarfelhő még a reggeli órákban, és az most délutánra elérte a Nyugat-Dunántúlt, de már nem egy pici zivatarfelhőről van szó, hanem egy komplett rendszerről, amely szerencsére veszélyesebben lépett be az országba, mint ahogy nálunk folytatta útját. A legutolsó radarképeken látszik, hogy tulajdonképpen nem fejlődik tovább, sőt szétesik, és inkább záporos csapadékot, mintsem komoly viharokat okoz. Minden esetre ez a tömb nem volt benne a számítógépes előrejelzésekbe, ennyire bizonytalan a légköri helyzet felettünk. Ami jóval biztosabb az az, hogy az észak-nyugat-európa felett felhalmozódott hűvös levegő megindul majd keleti-délkeleti irányba. Ezért a kánikula a jövő hét elejére kiszorul a Kárpát-medencéből, és visszaszorul a Balkán-félsziget térségére, valamint Törökország vidékére, ott akár erősödhet is, tehát az ott tomboló erdőtüzeknek nem érkezik segítség szinte egészen biztosan. Az előttünk álló éjszaka időjárásában a bizonytalanság, ki is írtuk, extrém nagy, extrém magas, ugyanis úgy számolunk, hogy az északnyugati ország részben lehet legnagyobb esélye a zivatar, ide érkezhetnek zivatarfelhők, vagy itt képződhetnek, de megvan az esély annak, hogy például a hajnali órákra a főváros tágabb környezetébe is elérkezzenek, vagy a Duna-Tisza közén is meglenjenek. Ugyanakkor addig jó rész nyugodt lesz az éjjel. A hőmérséklet általában olyan 15 és 22 fok közé csökken. Holnap napközben fokozódik a kánikula, átmenetileg megint melegszik felettünk a légkör, mielőtt majd este megérkezne a lehűlést hozó hidegfront. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet megint mindenütt 30 fok fölé emelkedik, az Alföldön pedig elérheti a 37, sőt akár a 38 fokot is. Napsütésből legtöbb a mostani kilátások szerint a délnyugati déli ország részben lesz, de a prognózis bizonytalansága ismét nagyon nagy a zivatarokat illetően. Délelőtt, illetve a nap első felében az ország északi, északkeleti részén húzhatnak végig zivatarok, tehát ott lehet mozgalmasabb az időjárás, aztán majd délután este megjelenhetnek az Alföldön és különösen a Tiszántúlon is, de oda még nem raktunk ilyen piktogramokat. A zivatarok mellett kellemetlenné teheti az időjárást a napközben megerősödő, sőt viharossá fokozódó délnyugati szél, tehát nem csak zivatarban vagy zivatar környékén lehet viharos a szél, hanem például az ország északnyugati felén. Itt bizony a legerősebb lökések sebessége akár a 70-75 km/h is elérheti, tehát nagyon meleg, de szeles és változékony időben lesz részünk a hét utolsó napján. És akkor nézzük a frissítőbb folytatást egy fővárosi fáklya diagram segítségével. A hét elejére jelentősen visszaesik a hőmérséklet, jó 8-9 fokot hűl a levegő országszerte, és az időjárás változékony jellege is megmarad, hiszen nem lesz teljesen eseménytelen az idő, főként az ország északnyugati felében időről időre kisebb-nagyobb csapadéktömbök vonulnak végig, tehát ott záporok, zivatarok nagyobb eséllyel fordulhatnak elő. A Délalföldön amellett, hogy a hőmérséklet 30 fok közelében marad, de már alácsökken, nem várható számottevő csapadék, tehát a budapestihez képest ott jóval kisebb mennyiségű esőt várunk. Egy újabb esetleges hőhullám valamikor a jövő hét legvégén következhet be, de a mértéke egyelőre visszafogottnak tűnik, és az is látszik a fáklyán, hogy a mostani számítások szerint nem is tartós. Ezen hírekkel köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!